Az U8-as és az U9-es, tehát tulajdonképpen a legkisebbek jöttek. Azt tapasztaltuk az elmúlt évek során, hogy ezekben a korosztályokban is van érdeklődés, és ugye eléggé szerteágazó a mi kiválasztási programunk. Ugye ez az esemény is része lett tulajdonképpen a toborzók rendszerének. Több mint 50 játékos jött el ma is ebben a két korosztályban. Elsősorban azokat a képességeket szeretnénk felmérni, amelyek már látszódnak ezekben a korosztályokban. Pontosan a kognitív képességekre vagyunk kíváncsiak, az agilitásra vagyunk kíváncsiak, megindulás, irányváltoztatás képességére, arra, hogy hogyan tudják manipulálni a labdát a gyerekek, hogyan tudják kontrollálni a labdát. Természetesen a legnagyobb öröm mindig a mérkőzés játék a gyerekeknek, úgyhogy mérkőzés játékok is lesznek. Azok, akik itt pozitív képet mutatnak, azt látjuk, hogy jelen pillanatban az ő agilitásuk, aktuális érettségük alkalmassá teszi őket arra, hogy akár ilyen szinten is folytassák a futballt, azokat beintegráljuk a csapataink mellé, visszajönnek 2-3 alkalommal, megnézzük őket a saját játékosaink között, és körülbelül 3-4 alkalom után a következő lépés az szokott lenni, hogy elkezdenek rendszeresen járni, értelemszerűen a csapataikkal közben felvesszük a kapcsolatot, tájékoztatjuk őket, hogy a gyerekek önként jelentkeztek, és hát az integráció, ez van, akinél negyed évig tart, van, akinél fél évig tart, de van olyan, arra is példa itt a Fradi utánpótlásában, hogy valaki 2 éven keresztül maradt még a saját klubjában, figyelemmel kísértük a fejlődését, időnként megjelent itt nálunk. Amikor eljött az ideje, hogy logisztikailag is, szociálisan is éretté vált a család is, és a gyerek is arra, hogy a Fradi korosztályos csapatában folytassa a játékot, akkor kerül átigazolásra. Tehát ez egy hosszú folyamat. Az agilitás a számomra elsősorban a kicsi gyerekeknél azt jelenti, hogy mindig törekedjen arra, hogy nála legyen a labda, és amikor elveszíti, azonnal törekedjen arra, hogy visszaszerezze. Persze ez a belső motiváció, ez a mosoly formájában jelenik meg a kicsiknél még. Élvezzék azt, hogy itt vannak, a kollégáinkat is mindig arra biztatjuk, hogy olyan körülményeket, olyan környezetet teremtsenek a gyerekek számára, amelyben ők valódi gyerekek lehetnek, és a foci által egy boldogabb életet élhetnek.